Üdvözlöm tisztelt nézőinket a Lólépésben SAK-magazinban, Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok. A megelőző adásunkban beszámoltunk az augusztusban szerencsén megrendezett Zemplén kupa küzdelmeiről, és beszámoltunk a 37. Nyírségi Vidor Fesztivál nemzetközi sakverseny ö, sakversenyekről, hiszen három verseny is volt. A megelőző adásunkban bemutattuk a villámverseny és a főverseny bajnokának, Vacsérja Andrinak az egyik kiváló alkotását, amelyet egy tőle sokkal magasabban jegyzett egyébként igen kiváló Fidemesterrel szemben vívott és megnyerte ezt a küzdelmet ami sorsdöntő volt a mesterek csoportjának a végeredménye szempontjából amennyiben ugyanis a világos figurákat vezető debreceni mester nyert volna, abban az esetben ő neki lett volna esélye megnyerni a mesterek csoportját. Andri azonban egy óriási küzdelmű, óriási feszültségű küzdelemben tudta, nemes ellenfelét legyőzni, úgyhogy két bástyát is áldozott, egy futóért, különböző kombinációkkal matra állította az igen híres, közismert mestert. Nem volnánk igazságosak, hogyha nem mutatnánk be egy másik sakkozónak egy igen kiváló alkotását, mégpedig a Nyíregyházi Sportcentrum Fidemesterének, Orosz Róbertnek egy kiváló alkotását. Róbert megnyerte a a nyírségi torna rapid versenyét, második helyezett volt a mesterek csoportjában. Én azt gondolom, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum egyik erős bástyája megérdemli, hogy egy kiváló alkotását bemutassuk, azért is, mivel, mivel egy rendkívül érdekes partiról volna szó. A világos figurákat a Sziget Szent Miklósi NB2-es bajnokcsapat mestere, pap Gellért Fidemester vezeti, a sötét figurákat pedig a nyíregyházi csapat kiváló játékosa, orosz Robert Fidemester vezérli. Gellért D4-jel nyitott, amelyre... Ö Robi vezércselbe terelte a játékot, Robert egyébként igen kiválóan játsz a vezérindiai védelmet is, és több más megnyitást, ezúttal úgy tűnik vezércselből készült fel, tehát D5-tel válaszolt. amire Pap nem vezérgyalog megnyitást választott, tehát nem mellőzte a C4 lépést, hanem meghúzta a C4-et, és ezzel az úgynevezett vezércselbe terelte a játékot. Tehát C2, C4, ez a vezércsel. Valójában nem igazán csel a vezércsel. A cseljáték azért csel, mivel a cseljátékot játszó anyagi áldozatot, jellemzően egy gyalogot, de van olyan cseljáték, ahol több gyalogot vagy akár tisztet is áldoz az a cseljátékot játszó, tehát anyagot áldoz a cseljátékot játszó azért, hogy más típusú kompenzációt kapjon az anyagi előnyért. Ez a kompenzáció jellemzően időelőny szokott lenni, tehát fejlődési előny. A sakban ugyanis három tényező összefüggéséből, egymáshoz viszonyításából állapítható meg az állás, az anyag, tér és idő hármassága határozza meg, hogy mennyiben állunk jól vagy rosszul. Tehát ilyen esetben az anyagban áldoz a cseljátékot játszó, ennek ellenértékeként időt kap, tehát fejlődési előnyhöz jut. Na most a cseljátékban az áldozott anyag megvédhető, a vezércsel különböző változataiban, amennyiben világos, illetve sötét leüti a c gyalogot, azt nem tudja megvédeni, tehát ilyen esetben nem igazi cseljátékról van szó, hanem arról, hogy világos feladja ugye a D5 pontot a centrumban, és gyors fejlődéssel igyekszik mobilizálni a tisztjeit. Robi ezúttal nem védte meg a... D5 gyalogot sem C6-tal, ami a szláv védelem lett volna, sem E6-tal, ami ortodox vezércsel különböző rendszereibe terelte volna a játékot, hanem leütött C4-re, tehát az elfogadott vezércselt játszotta meg. Erre Gellért az elmélet szerinti Huszár F3-mal válaszolt, Robi pedig egy igen ritka változatot választott, szerint, tudomásom szerint legalábbis ritka ez az A6 lépés, amit olyan száz évvel ezelőtt egy akkori világnagyság, Daniel Janowski népszerűsített, játszott meg többször is, sok helyen Janowski változatnak ismerik az A6 lépést. Gellért E3-mal folytatta, és itt el kell, hogy mondjam, hogy az elfogadott vezércselben ö, Sötétnek ö, nem egyszer problémája akad a C8 futó fejlesztésével. Általában A6-B5-tel, majd futó B7-tel igyekszik ö, kifejleszteni a világos mezőjű futóját Sötét, majd huszár, a b 8 20 lépése után C5-tel igyekszik tisztázni a helyzetet a centrumban. Robi gyorsan futó G4-et húzott, ami, ami egy jó lépés, hiszen nincsen gond a, a sötét futó, illetve a világos mezejű futó fejlesztésével. A gyalogot nem védhette meg, ö, ugyanis amennyiben futó G4 helyett B7-B5-öt lépett volna, b 5 lépett volna, erre világos támadja a vezérszányi gyalogalakulatot A4-jel, amire futó B7, B3-mal felrobbantjuk azt a centrumot, E6, üt B5, üt B5, bástya üt A8, futó üt 8 gyalog C4, gyalog C4, futó C4, és huszár F6-tal helyreáll az anyagi egyensúly, és egy más típusú középjátékba kerülünk, mint ami tulajdonképpen a parti. Tehát az a gyalogelőny ott C4-en nem lett volna megvédhető, ezért logikus volt Robinak a negyedik lépésben a futó G4 lépése. Erre papmester természetesen visszaütött a gyalogra, futóüt C4, amire következett E6. Huszár C3 következett, és 20 F6. Az állás egyik tényezője az, hogy Papgellértnek a C1-en álló sötét futója egyelőre még be van zárva a gyalogok mögé, de az természetesen az elfoglott vezércserben a későbbiekben játékba lehet hozni. A, a mesterjátszmák, nagymesterjátszmák tanulsága szerint akként, hogy igyekszik majd a centrumbeli fölényét világos érvényesíteni, és enéggyel építi fel a centrumot, és akkor a sötétmezőjű futónak már is megnyílik, a, megnyílik az útja. Papmester azonban egyelőre tisztázni akarta a lekötést, H3, futóval nem oldjuk fel a kötést természetesen, hanem H5-re vonulunk vissza, és G5. G4, a futóval pedig G6-ra vonulunk vissza. Ezzel kisé fellazítjuk a királyszárnyat, fellazítjuk a királyszárnyat, és ebből már valószínűsíthető, hogy világos a későbbiekben hosszúra akar sáncolni, nem rövidre. Rövide sáncolás esetén ugyanis eléggé nyitva volna a királyszárnya. És Világos, következő lépése is teljesen logikus, huszára ölt. Hát ki ne akarna egy könnyű tisztet elhelyezni a centrumban, amelyel alkalmasint leütheti a G6-on álló világos mezőkön mozgó futót is, megszerezve a futópárat. Robi azonnal... Huszár D hetet húzott, B D hetet, tisztázni akarván a helyzetet a centrumban, amire Gellértnek le kellett ütni a huszárral a futót, tehát huszár e üt G6, és Robert természetesen a H7 gyaloggal ütött vissza G6-ra. Sötét állásában úgy tűnik, hogy szerkezeti gyengeség keletkezett, mivel kettős gyalogja jött létre a G vonalon, g 7 és G6-on. Ez azonban nem annyira meghatározó tényező, fontos tényező azonban az, hogy a H8-on álló sötét bástya úgynevezett nulltempós bástya, hiszen hiszen már úgy erőt fejt ki, hogy bármivel is lépett volna, a H3-on álló visszamaradt gyalogot ö, nyomja. Gellért vezér F3-mal vonta kérdőre, sötétet, hogy mit szeretne tenni a B7-en álló magányos gyaloggal, és orosz Robi C6-tal válaszolt. A gyalogokat, mint látjuk, Sötét a világos mezőkre helyezi el, ezzel átmenetileg jégpáncéjába vonja a C4-en álló világos futót, a későbbiekben természetesen, hát ez akár hátrány is lehet, na de hát a mindenható Isten a végjáték elé teremtette a középjátékot is, amelyben ö, Sötétnek igen aktív és jó terv áll a rendelkezésére. Futó D2-t húzott Sötét, ő világos, Amire huszár D5 jött. Hát nem igazán ajánlható, hogy most világos beüsön a D5 lóra, hiszen abban az esetben gyalog kerülne, valószínűsítem, hogy a C gyalog kerülne vissza D5-re, és ebben az esetben. A világos futó hiánya elveszteni a jelentőségét, és ö, sötétnek könnyebb játéka volna, és ö, világosnak a D2 futó játékba hozatalával kisebb nehézségei támadnának. Minden esetre ö, pap Gellért mester hosszúra sáncolt, amire orosz Robi a sötét mezőkön kezdett el operálni, futó b 4 lehetősége van, lehetősége van világosnak arra, hogy most egy kiegyenlített állást hozzon létre, hogyha enéggyel nyitná a centrumot, akkor tehát kinyitná a D2 futó előtt a mozgási lehetőséget, tehát hogyha enégyet húzna erre, Akkor kötelező a D5-20-ra beütni C3-ra, természetesen nem a futóval, hanem a gyaloggal ütünk vissza C3-ra. Futó A3-sak, király C2, és vezér A5-tel egy kiegyenlített állás jött volna létre, tekintettel arra, hogy nehéz bármit is keresnie a, a király ellen. Orosz Robinak, egy vezér R4-re rendelkezés áll a kitűnő Futó B3, és a centrum fölény kontra vezérszányi sötét kezdeményezés körülbelül kiegyenlíti egymást. E4 helyett azonban más folytatást választott papgellért mester Futó Béla 3-ot. Vagy tehát Futó B4-re, Futó B3-ra vonult vissza amire orosz Robi A5-tel neki kezdett a vezérszárnyi kezdeményezésnek. Tehát az imént megtárgyaltuk, hogy nem ad túl sok mindent világosnak, hogyha cserélne D5-ön, ellenkezőleg a gyalog rohamos sötétnek kedvez, világos nem jut hozzá a centrumbeli ö, térelőny, centrumfölény, realizálásához, sötétnek egy nagyon igényes vezérszányi gyalogroham terv áll a rendelkezésre. A5, E4, tehát neki kell kezdeni a, a, a munkának a centrumban, huszár C3, B5 C3, Futó A3, Király C2. Most ö, ugyanoda lyukadtunk ki, körülbelül, mint az előző változatban, azzal az eltéréssel, hogy nem a vezér, hanem a gyalogál A5-ön, tehát Robi gyalogrohammal akar erőt venni papmesternek a hadán. Ebben van egy kis csalétek, amit egy olyan erős mester, mint Gellért nyilván azonnal észrevet, hogyha királya B1-re lépett volna is, nem C2-re, Nézzük meg ezt a folytatást. Abban az esetben Gellért azonnal vesztőállásba került volna, hiszen A4-jel elzavarja a B3 futót, mondjuk C2-re, és vezér B6-ra tulajdonképpen világos feladhatja. Itt már itt már nem nagyon van más, mint futók B3, gyalogok B3, gyalogok B3 vezérült, tehát e, itt már nagyon nehéz tanácsot adni, illetve e, nem is magas, hanem alacsonyabb szinten is eldőlt volna már a parti. Tehát térjünk oda vissza, hogy Gellért a királyjal C2-re lépett, és Robi folytatta a gyalogrohamot B5-tel. Fenyeget a rettenetes A4, viszont most Gellért visszaléphetett a királyjal B1-re, hiszen már vezér B6 nem lehetséges, a B5-re kerülő sötét gyalog bezárja a B vonalat. Következik A4, futó C2. Hát... Hiába van világosnak centrum fölénye, sötét kezdeményezése ellen nagyon nehéz bármit is tenni. Világos állásában az a baj, hogyha leadja bármikor is a huszárért a világos a világos mezőkön mozgó futót, abban az esetben már gyengébb lesz a sötét mezőkön mozgó futója, sötétnek a sötét mezőkön mozgó futójával szemben. Tehát a Robi következő lépése erre mutat rá, huszár D7, B6, szemügyre veszi, nem csak a D5 pontot védi, hanem szemügyre veszi a C4 pontot is. Hát itt különböző tervek állnak rendelkezésre, világos számára, hogy mit is lépjen. Én azt hiszem, hogy nem választott rosszul, amikor a futót D3-ra helyezte. Futó D3, amire bástya B8 következett. Ez egy rendkívül érdekes lépés, a számítógépes elemző programok több más lehetőséget is felkínálnak. Én ezt a lépést a magam részéről nagyon jónak és tematikusnak érzem, hiszen, hiszen tulajdonképpen sötét vezérszáni gyalogrohamot játszik, és és a B vonalon kulminál a harc. Most tulajdonképpen egy huszár C4, futóügy C4, 4 után hiába keletkeznének kettős gyalogjai ö, ö, sötét, ö, sötétnek, annak ellenére a közvetlen király elleni a kinyiló B vonal vil, ö, sötétet juttatná anyagi előnyhöz. Ezért Gellért kivonta a tűzvonalból a királyát, A1-re lépett, Király A1, Robi pedig folytatta a gyalogrohamot B4. Hát itt már nagyon óvatosan kellett eljárni, nem volt, leüt, nem volt üthető az a gyalog, hiszen hogyha papmester leütötte volna a gyalogot, tehát gyalog C3 üt B4, tehát ha a 22. lépésben leütötte volna a cselgyalogot, abban az esetben igen méretes mattot kaphatott volna, hiszen sakkal üti sötét a D4 gyalogot, amire futó C3, vezérű C3 sakk, Király, B2, Király B1 és vezér B2 mattot jelentette volna be Orosz Robi. De hát Gellért észlelte ezt nyilván, egy olyan klasszisú játékos, mint ő, látta, hogy ilyen cselgyalogot nem szabad csak úgy leütni, hanem a 22. lépésben a gyalogütés helyett a vezért E3-ra helyezte. következett a gyalog rohan folytatása, B3. A B3 gyaloglépésnél, hát azért láthatjuk, hogy azt a gyalogot annyira leütni nem ajánlatos. Gellért úgy határozott, hogy, hogy a király forszírozza a harcot, hiszen teljesen logikus ötlet, ha a sötét király középen rekedt, akkor rá kell nyitni az állást, az evonalat, sokan úgy is mondják, hogy rá kell nyitni a gázcsapot a középen maradt királyra, és ezért F4-et húzott, hogy f gyalogrohammal közvetlen király elleni támadást vezessen. Robi erre elsáncolt, és következett Bástya H2. ez egy hosszú távú lépésnek tűnik. Tulajdonképpen én, én azt gondolom, hogy Gellért futó c készül húzni és kihúzni a, a, az állásban rejlő A3 futó méregfogat, és ebben az esetben a bástya H2-ről ellenőrzi a második sort is. Robi folytatta egyéb iránt a gyalogrohamot, C5. Ezt a gyalogot természetesen nem volt ajánlatos leütni megint csak nem szabad leütni, hanem futó c egyet húzott. Az ütés nem kell elsietni, hanem tisztázni kell a helyzetet a D4 ponton, hiszen ha nyitjuk a vezérszárnyat, abban az esetben a világos király könnyebben megrohamozható. Tehát gyalogüt D4, amire Gellért nagyon okosan a vezérrel ütött vissza, hiszen vezércsere után az állásában rejlő gyengeségek jelentőségük nagy részét elvesztették volna. Vezér E3 D4, Oroszobi természetesen nem, nem cseréli azonnal a vezért, hanem leüti a futót, futó üt C1, vezér üt C1, vagyis Bástya c egy, azért, mert hogyha most világos leütötte volna a vezért, abban az esetben Orosztobi gyalog B2-vel megvédte volna C1 futóját, és azt sakkal, és aztán ütött volna vissza a vezérre, tehát ezt le kellett azonnal ütni. Most pedig vezér C7, nem szabad vezért cserélni, hanem a pozíciós gyengeségeket kell tovább forszírozni. Vezér C7. Bástya F2-vel igyekszik világos tovább erősíteni az F vonali támadást, amire Bástya FD8. Én nekem ebben az állásban már világosnak rendkívül tetszik a felépítése, mivel, mivel igaz ugyan, hogy világos, támadja a sötétnek a királyállását, de a sötét tisztek már rendkívül aktívak, mind felsorakoztak a világos király megrohamozására. Világos egyéb iránt vezér e 3 húzott, amire Robi huszár c 4 folytatta. Ez egy rendkívül jó lépés, fenyeget a rettenetes B2 -től sakbástja, amire kénytelen volna tisztet áldozni, tehát tisztet adni, világos, azaz, ez a huszár c lépés tulajdonképpen azt jelentette, hogy Robi lecseréli a huszárját a futóra. Köteles ugyanis leütni a, vesz, a gyors vesztés elkerülése érdekében világos a lovat, tehát futó C4, vezérüt C4, és következett vezér-e egy. Annál is inkább, mert ugye a vezérrel el kellett lépni, hiszen fenyegetett bástya D3. Bástya D3 természetesen megérkezett, amire ö, jött bástya B2. Ebben az állásban azonban Robi akadálytalanul le tudta ütni a H3-gyalogot, és ö, tulajdonképpen már a vezér C4 lépésre Pabgellért feladta, feladhatta, hiszen látta, hogy a továbbiakban már nincs igazi játék lehetősége, csak szenvedett volna az állásban, és sorra vesztette volna a gyalogjait, és ö, biztos, azaz borítékolható volt a veresége. Ebben az állásban Sötétnek ugyanis gyalogelőnye van, minden tisztje rendkívül aktív, kifejezett konkrét támadása van a továbbiakban, és Világosnak semmilyen reménye nincs arra, hogy tovább védekezzen a nehéz állásban. A bástyái tulajdonképpen blokáló védőfigurák, és jól tudjuk, hogy a bástyák rossz blokáló figurák, a bástyáknak tér kell, hogy a, hogy a, sorokon és vonalakon nagy erőt fejthessenek ki, a sötét bástyák ilyenek, még a világos bástyák pedig elnehezült, mozgásukban korlátozottak. Szokták mondani, hogy a nagyjátékos tudja, hogy mikor kell feladni, hát Papgellért van olyan nagyjátékos, hogy tudta, hogy elérkezett a vég, és itt az ideje a partitól való búcsúszkodásnak, tehát feladta a küzdelmet tisztelt nézőink, orosz Robert Fidemestertől egy igen szép leckét kaptunk az elfogadott vezércsel rejtelmeiből. A, a hosszú esetén a vezérszányi gyalogrohammal kapcsolatos taktikai fenyegetésekről, és remélem önöknek is tetszett a parti, sokat tanultak belőle. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!